Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elkezdjük, hogyha úgy lehet mondani, az új tanévet, és most éppen a Szent Mihály Arkangyal előestén vagyunk, ezért is énekeltük ezt az éneket az angyolok királynőjéhez. A idei téma, arra gondoltam, hogy egy sorozatot szeretnék most az idén tartani, mégpedig ami az egyház történelmet érinti. Nem csak azért, mert most két osztályban is azt tanítom az iskolában, hogy könnyű nekem így most készülni, nem kell különbözőre nagy energiákat áldozni. Tehát azért is, mert hát lépten nyomon belefotlok legalábbis én, de gondolom nem csak én, mindenféle ilyen nagyon furcsa elméletekbe, rágalmakba, amik az egyházunknak a múltját érintik, és gyakorlatilag a múltkor ugye a tavalyi évben is hát elég nagy érdeklődésre tett szert a Da Vinci Code című könyvről és filmről szóló előadás, ami szintén érintette ezeket a témákat, hogy mennyire hiteles a Szentírás, az evangélium, ami egyházunk alapjai, illetve, hogy mi van azokkal a bizonyos, sokat idézett bűnökkel, amik az egyház múltját ugye állítólag jellemzik, és hát ami miatt egyes körök, mintha éppen az egyházban látnák ugye a jónak, a világosságnak, az igazságnak, a tudásnak a legnagyobb akadályozóját az emberiség történelmében. Ugye hát kis emlékeztető, ugye, hogy a Da Vinci Code-ban Dan Brown szerző pontosan azt próbálta igazolni, hogy valójában a mostani kereszténység is, kiemelten a katolicizmus, tulajdonképpen egy nagy Konstantin császára visszamenő hamisítvány, hogy ugye az eredeti Jézus az nem az a Jézus, akit azóta vallunk, mondjuk a Nice a konstantinápolyi vallásban, és hát ugye egyesek még messzebbre mennek, hogy tulajdonképpen Pál apostol már, ugye Szent Pál meghamisította az eredeti Jézus képet, aki ugye hát igazából egy politikai forradalmár volt, és hát ugye ebből a Pál apostol csinált egy messiás, Isten fiát, aki engesztelő áldozatul adja az életét a világ bűneért, és hogy valójában Szent Pál egy római ügynök volt, aki beépült a kereszténység ugye köreibe, hogy tulajdonképpen ezt a politikai forradalmát, mozgalmat gyökerében ugye megfojtsa. Valaki úgy fogalmazott ezek közül az emberek közül, hogy hát Pál apostol látta, és a romaiak látták, hogyha nem tudsz legyőzni egy mozgalmat, akkor állj az élére, és olyan módon meg tudod semmisíteni. Hát szóval ilyen vádak hangoznak el, és hát még az ilyen magukat konzervatívnak, meg tradicionalistának mondott körökben is újra meg újra fölbokkalnak ezek az elméletek a Pálus herceg Jézusról, ugye, meg hát a különböző ős-magyar elméletek, amelyek Jézus és Mária, ugye, hát, ha nem is éppen magyar, de legalábbis a magyarra a rokon gyökereit próbálják igazolni, meg hát tulajdonképpen a ókori ellenségekben, a gnoszticizmusban is hasonló irányzatokban végig fölfedezni az igazi kereszténységet, amikre ők, mint ugye hiteles magyarok most építeni akarják a magyarok vallását. Ugye, hát szóval ez nagyon izgalmas, és bocsánat. És a ugye ezért is kell nekünk a történelmet ismernünk, mert maga a Szentírás mondja, hogy bármikor legyünk készen ugye választ adni arra, hogy mik a mi reménységünk alapjai, tehát hogy az ilyenfajta ellenvetésekre, vádakra, támadásokra azért egy fölnőtt és öntudatos keresztény katolikus kell, hogy tudjon, ugye, hogy válaszoljon, hogy érveljen, ne csak érzelmileg, hanem érvekkel is válaszoljon, igazi tudással válaszoljon. Másrészt pedig ugye hát ezt mindig mondom az iskolában és a gyerekeknek, hogy nem szerethetjük a mi egyházunkat, hogyha nem ismerjük. És végképp nem ismerhetjük, hogyha ugye, és végképp nem szerethetjük akkor, hogyha hamis dolgokat tudunk róla, vagy hamis információkkal rendelkezünk. Tehát abban is segít az egyház múltjának a hiteles megismerése, hogyha ugye
hiteles információkból merítünk, hogy megszeressük ezt az egyházat, hogy büszkék legyünk a mi katolikus vallásunkra, keresztény mi voltunkra, hogy tényleg ne csak szokásból, hanem meggyőződésből valljuk a mi hitünknek az igazságait, és aztán a múlt pedig abban is segít, hogy a tévutakat elkerüljük, ne legyünk arra károsztatva, hogy megismételjük azokat a hibákat, amiket már a múltban őseink megtettek és bűnhődtek érte, illetve hogy épüljünk a pozitív, az erényes, a szent példákon, amelyekkel az egyház múltja természetesen bővelkedik. Nos hát az első, ugye, ahonnan ki kell indulnunk, maga Jézus Krisztusnak a személye, a történelmi volta. Ugye én még ismerem, még emlékezem a szocializmus propagandájára, a úgymond különböző korabeli tudósokra, szakemberekre, akik azt állították, ugye, hogy hát tulajdonképpen az egész kereszténység egyház alól úgy lehet kihúzni a talaj, hogy bebizonyítjuk, hogy ez a Jézus Krisztus valójában egy legendás alak, sohasem létezett, ugye. Vagy legalábbis nem így, ahogy ezt az egyház, őt az egyház bemutatja. Na most ugye hát természetesen az evangéliumokat azért utasítják el az ilyen szakértők, mint hiteles forrásokat, tehát azt mondják, hogy azok elfogultak, ugye, hiszen Krisztus hívei írták őket. Ezzel szemben ugye mindig az a kérdés, hogy vannak-e külső tanúk, olyan tanúk, akik ugye nem tartoznak az egyházhoz, nem hisznek Krisztus istenségében, föltámadásában, és akik mégis tanúságot tesznek az ő létezéséről és működéséről. Hát ez megint csak egy alapvető hittanús anyag, hogy ugye a több ilyen pogány korabeli szerző közül kiemelhetjük például Tacitus, az ismert római történetírót, aki 116-ban az Annales évkönyv című művében a következő írja. Néró elfogadta és a legválogatottabb büntetéssel sújtotta a bűnösöket, akiket közönségesen keresztényeknek neveznek. Nevük Krisztustól ered, akit Tiberius császár idejében Poncius Pilátus helytartó kivégeztetett. Az egyszer már elfojtott veszélyes babonasság ismét feltört, és nem csak Judeában, hanem Rómában is követőkre talált. Tehát nyilván nem egy keresztény beszél róla, hiszen veszélyes babonaságnak tartja a keresztény hitet, viszont semmi kétség nincs benne afelől, hogy tényleg létezett egy ilyen Krisztus, aki ugye Poncius Pilátus alatt ugye meghalt a kereszten. Aztán az egyik leghíresebb, vagy talán a legragyogóbb tanúságtétele egy zsidó történetíró, Josephus Flavius, aki a zsidó története című művében a következőket írja. Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek nevezünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot. Sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És ám bár főemberei feljelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is kívek maradtak hozzá azok, akik eddig szerették. Mert harmadnapra feltámadt, és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött prófétán, és ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjövendőltek felőle. És ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét. Hát ugye, egyesek szerint ez a Josephus Flavius idézet túlságosan is keresztény, vagy túlságosan is szép, már elismeri ugye nem csak a föltámadást, hanem azt is, hogy többről van szó, mint egy puszta bölcs emberről. És még hogyha igazat is adunk azoknak, akik szerint ezek ilyen későbbi keresztény betoldások, de afelől nincs kétség, hogy Josephus Flavius, aki ugye zsidó maradt, nem lett keresztényé, mégis tényként kezeli azt, hogy létezett ez a Krisztus, akit Poncius Pilátus keresztre feszített, és hogy a keresztényeknek a közössége tőle ered.
Lehet még idézni ugye Suetonius, aki szintén egy történetíró, 110-120 között beszél arról, hogy Claudius császár kiűzette a zsidókat Rómából, akik egy bizonyos Krisztus izgatására folyton lázongtak. Ugye tehát megint csak Krisztusra utal, illetve a szintén egy híres levél, ifja Plinius, Bitinia helytartója 112-ben Trajanus császártól kérdezi, hogy hogyan kell eljárnia a keresztényekkel, akiket ezzel vádolnak, és a következőt mondja, hogy mindenütt elterjedt ez a babona. Istenei templomai üresen állnak. Egy pár hívőt elfogadtam, és kínpadra vonattam, de nem találtam egyebet, mint babonát. Meghatározott napokon napkelte előtt összejönnek, és Krisztusnak, mint Istennek, dicsőítő éneket zengenek. Úgy tartottam, hogy azokat, akik Krisztust megátkozzák, szabadon kell bocsátanom, de ilyenre nem lehet rábírni a keresztényeket. Tehát ugye ő is utal arra, hogy ezek a keresztények ugye Krisztust Istennek tartják, és hogy tőlük Krisztustól ered a keresztény vallás, ugye. Tehát ez is nagyon fontos, hogy Istenként dicsőíti Krisztust, mert a különböző vádlók között ugye többen azt mondják, hogy a Krisztus istensége az egy utólagos belemagyarázás, hogy ez az ős keresztény korban még nem létezett ez a meggyőződés, hogy ő Isten lett volna. No, hát nézzük, hogy honnan is származnak ezek az ellentétes vélemények. Tulajdonképpen a mai szkepticizmus és a mai ugye támadások még a felvilágosodás korában nyúlnak vissza. Ephraim Lessing és Hermann Samuel Reimarus egy apológia vagy védőirat Isten értelmes tisztelőinek című művében azt írják, hogy különbség van a kinyilatkoztatás Krisztusa és az apostolok Krisztus hite, valamint Krisztus eredeti politikai messianisztikus üzenete között. Tehát a történelem és a hit között széles szakadék tátom, más a hit Krisztusa és más a történelem Krisztusa. Ugye, hogy ez mennyire nem új föltételezés, az abból is látszik, hogy ugye már a zsidó főpapok a föltámadás után csalással gyanúsították meg az apostolokat, ugye, és hát megfizették az őröket, hogy mondják azt, hogy ellopták a testet, amíg ők aludtak. És aztán az egyházatják meg is cáfolják, hogyha aludtak, akkor honnan tudják, hogy ellopták. Ugye, nem láthatták magát a lopás fényét. No, tehát ugye nyilván, hogy ez egyáltalán nem új ez a pár. Aztán ugye többen voltak, főleg gnosztikus szektákhoz, irányzatokhoz tartozók, akik szerint Jézus valójában túlélte a keresztre feszítést. A gnosztikusok egyébként is azt mondták, hogy Jézusnak igazából látszat teste volt, tehát ugye a test a gnosztikus tanítás szerint valami bűnös, valami alantas, ami a sátántól való, nem a világosság Istene teremtette az anyagot, tehát ugye Krisztusnak nem is lehetett lát valóságos teste, amiben meghalt volna, hanem ugye hát valamiképpen túlélte ezt a keresztrefeszítést, és hát folytatta utána működését, hogy hol ugye többen nálunk is hirdetik azt, hogy ugye Krisztus indiai utóélete, meg mindenféle ilyen sírokat vélnek föltalálni, Kasmírban, Japánban, vagy Dél-Franciaországban, sőt, hát volt néhány eset, amikor Jeruzsálemben is találtak ilyen sírt, hogy Jézus, Mária és József fia, stb. Hát azzal nem számolnak, hogy a Jehoshua, ugye, vagy Jéshua, ugye az egyik leggyakoribb név volt akkoriban, és hát a nők közül pedig a Mária szintén az egyik leggyakoribb név volt, úgyhogy hát sok minden cáfolja azt, hogy ez egyáltalán szóba jöhessen, hogy ez bármi módon is Krisztus sírja lehetne. No, de lényeg az, hogy hát ezeket az elméleteket, hogy a föltámadás, hogy
ugye ez már egy Renán nevezetű úriember is állította Jézus élete című művében, hogy ugye hát tulajdonképpen csak elájult a kereszten, és a hideg kőszírban ugye magához tért, és utána a föltámadás az tulajdonképpen az ő ugye megjelenés a nyilvánosság előtt, de hát arra ugye nem számolnak, hogyha valaki keresztre feszítenek, és úgy hát ugye döfik szögekkel a lábfejét, az idegeknek olyan sérülését okozza, hogy az biztos, hogy nem tud utána normálisan járni, tehát azonnal megrokkal, tehát még az Emmausba való 12 kilométeres utat is bajosan tudná megtenni, nem hogy hát Indiába vagy ki tudja hova menjen is, ott még működjön ugye zavartalanul. No, tehát ugyancsak egy David Friedrich Strauss nevű protestáns, filozófus és teológus Jézus élete című művében egyszerűen költői elbeszélést lát az összes olyan szövegben, ahol az új szövetség csodákról beszél, feltámadásról beszél, vagy arról, hogy Jézusban beteljesedett az ószövetség jövendőlése. És ez nagyon érdekes, hogy ez a szkeptikus szemlélet, ez a megkérdőjelezés, ez mindig protestáns teológusoknál kezdődik, pedig ők mondják, hogy szól a Szkriptúra, csak a Szentírás, és a Szentírás ugye minden betűjéhez ragaszkodni kell, és pontosan ott kezdődik a Szentírás radikális ugye megkérdőjelezése. Talán sehol nem olyan radikális ez a megkérdőjelezés, mint a 20. század elején egy Rudolf Bultmann nevű evangélikus teológus esetében, akinek az egyik leghíresebb műve az új szövetség mítosztalanítása, Entmythologisierung az eredeti elnevezése szerint. Tehát ő is különbséget tesz a történeti Jézus és az evangélisták Jézusa között. Tehát azt mondja, hogy a történelmi Jézusról nem lehet többet tudni, mint azt, hogy vándor rabbiként élt és tanított, majd kereszthalált halt. Minden, ami ezen túlmegy, az már az evangélistáknak a mítikus elbeszélése, ami a különböző korabeli pogány mítoszok hatására, a hellenizmus hatására alakult volna ki. No, tehát lényeg az, hogy amikor a kereszténység kezd terjedni a görög világban, ott már igen erősen eltávolodott eredeti gyökereitől, és ugye Jézusból Isten fiát alkotott. Nos, hát ugye minket még nagyon erősen ebben a szellemben tanítottak ugye a szegedi teológiát annak idején, és hát ugye a Biblia magyarázatban két nagyon fontos módszer állt előtérben, a szövegkritika ugye, és a redakciókritika. Tehát röviden az evangéliumok keletkezésénél abból indultak ki, hogy ugye melyik az eredeti evangélium, a legrégebbi, hát az, amelyik a legrövidebb, ez pedig a Márk evangélium. Na most ugye a többi evangélista, az honnan persze, hogy hát a Máté és a Lukács, az hasonló fajta elbeszélés, hasonló történeteket hoz, ezért ezek ugye a szinoptikus, együttlátó evangéliumok. Honnan származik a többlet információ, a többlet szöveg ezekben a Máténál és Lukácsnál? Hát egy Mátétől független úgynevezett mondásgyűjteményből, amit logion gyűjteménynek neveznek, vagy ugye hát egy Holzmann nevű biblikus, a Quelle forrás szó kezdő betűjéről Q forrásnak nevezte ezt a többlet forrás, és ebből merített volna Máté és Lukács. Na most Jánosról ezek a racionalista biblikus kutatók azt mondják, hogy hát ő történelmi szempontból teljesen hiteltelen, tehát az egy különös teológiai iskola, aki ugye hát a saját látásmódját írja le az evangéliumban, és hát egyáltalán semmi történelmi alapja nincs a János evangéliumnak. Hát persze zárójelben azért mondjuk, amikor komolyan nekikezdtek az ásatásoknak, akkor egyre inkább beigazolódott, hogy amit addig nem is tudtak, például a Bethesda fürdő, amiről János evangéliuma tudósít, ugye, az az öt oszlopcsarnokos fürdő, ahol ugye hát az angyal leszállt,
és megérintette a vizet, és az első, aki ugye ezután a vízre lépett, meggyógyult. És mivel valaki lemaradt erről a gyógyításról, akkor ő ugye az Úr Jézus meggyógyítja. Ismerjük a csodát, és hát ugye ezt a bet, ezt a fürdőt is egy ilyen legendának minősítették, amire semmi ugye régészeti lelet nem igazolja ennek a létét, és hát mégis azóta megtalálták a Betesda fürdőt az öt oszlopcsarnokával, és egy csomó más is, amit csak János szövegéből ismerünk. No, egyébként ugye természetesen ezek a racionalisták azt is kérik, hogy valóban Máté, Lukács és János a szerző. Tehát mindig azt mondják, ugye, hogy hát a János az valójában János tanítványi köre, vagy egy jánosi iskola, ami megfogalmazta ezeket az evangéliumokat. Aztán persze azt is tagadják, hogy a János evangélium, a három János levél és a Jelenések könyvének a szerzője ugyanaz a János lenne, nem ezek különböző Jánosok lennének. Tehát mikor az ember ezeket tanulja a teológiát, akkor belefájul a fejem is, elmegy a kedve mindentől, ugye, mert pusztán így intellektuálisan is nehéz összekötni ezeknek az elméleteknek a fonalait. Na, de a lényeg az, hogy aztán persze, hogy az evangélisták is csak azért kapták az evangéliumok ezeket a neveket, mert hogy az ismeretlen szerzőik ugye úgy próbálták hitelesíteni a könyvüket, a szövegüket, hogy hivatkoztak az apostolokra, vagy olyan személyekre, akik tekintélynek és közismertségnek örvendtek az ős keresztény közösségben. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy mondjuk eléggé későre is gondolják a evangéliumok jelentkezését, tehát semmiképpen nem Jézus szemtanúinak vagy kortársainak a korára, hanem jóval későbbre, hát mondjuk valahogy az első század végére, második század elejére próbálják datálni, amikor ugye által már a szemtanúk nem éltek. Tehát ezzel is próbálják alá támasztani, hogy ezek nem lehetnek történelmileg teljesen hiteles ugye beszámolók. És aztán megint csak hát a tudomány, a természettudomány paradox módon az, ami újra meg újra hát cáfolja ezeket a racionalista nézeteket. Ugye éppen most a napokban volt egy szenzációs hír, hogy felfedeztek egy kis tekercs darabkát, Krisztus után 150-ből, ha jól emlékszem, és ez a tekercs darabka nem csak hogy hiányos, hanem teljesen szélé égett tulajdonképpen. Tehát valahol egy ilyen tűzhelyen ugye megmaradt darabka, ami nem égett el teljesen, tehát nem is lehetett kibontani, mert szétesett volna az első érintésre, és ugye hát a modern tudomány eszközeivel, szkennerekkel úgy tudták rekonstruálni, kibontás nélkül, hogy pontosan megállapították, hogy a Leviták könyvének egy részlete van rajta, ami természetesen azonos azzal a szöveggel, amit mi is ismerünk ma. Tehát ugye manapság már egy elégett papírtarabkából is, ami ráadásul össze van ugye gyűrve, meg tudjuk állapítani, hogy ez milyen szöveg, mit tartalmaz. Hát hála Istennek, hogy ilyen módszerekkel is rendelkezünk. Ugye ezt már a torinói lepelnél is mondtam, hogy a Jóisten mintha azt akarta, hogy a mi hitetlen és kételkedő korunk az még ilyen plusz bizonyítékokat is kapjon, ami szigorúan tudományos, hogy hát ne kételkedjen, hanem ismerje el a tényeket. Na most hát például a Máté evangéliuma körül ugye viszont érdekes, hogy egy hierapoliszi Papiász nevű püspök, aki nagyon-nagyon fontos ugye az evangéliumi történet szempontjából, ugye ő 60 és 130 között volt püspök ebben a ma Törökország területén fekvő városban, és ugye János apostolnak a tanítványának nevezte magát, az ötkötetes munkája, ami hát a addigi egyház történelméről szól, elveszett, viszont idézi őt Lioni Szent Iréneusz egyházatja, és onnan ismerjük az ő ugye tanúságtételét. És azt mondja ez a hierapoliszi Papiász, hogy nem csak János apostolt ismerte, hanem fölkereste András, Péter, Fülöp, Tamás, Jakab és Máté tanítványait is,
illetve őket magukat is, egy némelyeket ismerte, és megkérdezte tőlük, hogy ismernek-e a kánoni evangéliumokon kívül más tanításokat is, más munkákat is. És ugye hát nemleges volt a válasz. Az első evangélista papjás szerint nem Márk, hanem Máté volt. Tehát nem véletlen, hogy Máté van az első helyen az új szövetségben, mert hogy ő lett volna az első. És papjás azt mondja, hogy Máté a héberek dialektusában, vagyis arám nyelven állította össze az úr beszédeit, melyeket azután mindenki úgy fordított le, ahogyan tudott. Na most ugye hát a mi Máté evangéliumunk az görögül van, tehát a legrégebbi változata is görögül van, nem arámul. És ugye érdekes, hogy azt mondja, hogy az Úr beszédeit gyűjtötte össze. Tehát föltételezhetjük, hogy ez a fajta Máté, amiről Papiász beszél, nem a mai Máté evangélium, hanem annak egy őse, mint egy ilyen jegyzőkönyv, amit összeállított a Vámos Máté a zsidók missziójának az elősegítésére, ezért van arámul a zsidóknak az akkori beszélt nyelvén. És hát ugye tulajdonképpen ezt egészítették ki egy kicsit később, ugye is így lett a mai Máté evangélium. Egyébként itt is van egy régészeti lelet, ugye sokan spekulálnak a kumráni tekercsekkel. Ugye ez a Qumrán a Hold-tengernek az észak-nyugati partján egy esszénus kolónia, ugye ezek ilyen zsidó szerzetes félék voltak, és ott ugye 1947-ben találtak különböző ősi tekercseket, hát most erre nem térünk részletesen, de a Qumrán 7-es számú barlangjában találtak egy róma feliratú széttört korsó cserepei között egy papírus töredéket, ami olyan, mint egy bélyeg. 4 cm hosszú, 3 cm széles, 18 görög betű olvasható rajta, és biztos, hogy legkésőbb Krisztus után 50-ben keletkezett, és megint csak a szakértők ebből a 18 betűből megállapították, hogy ez ugye Már evangéliumának egyik részlete. Hát ugye tehát már Krisztus után 50-ben, tehát alig 20 évvel Krisztus halála után már ugye meg volt ez a szöveg. És nem lehetett biztos végelni, mint Krisztus után 66, mert akkor rejtették el a tekercseket a qumráni barlangokban. Na szóval például ez is egy ilyen. Aztán mondjuk még egy ilyen ősi bizonyíték, ezt meg is tudom mutatni. Egyébként nagyon jónak tartom ilyen népszerűsítés céljából. A Harrat kiadó 2010-ben kiadott néhány ilyen kis röplapot, az elveszett és megtalált evangéliumok az egyiknek a címe. Tehát ugye mindig hallunk ilyeneket, hogy megtalálták Júdás evangéliumát, Mária Magdolna evangéliumát. Milyen izgalmas is a katolikus egyházat cáfoló információ található benne. Hát ugye itt van, röviden ugye leírja, hogy mit tartalmaznak ezek is, mit lehet belőle leszűrni. Ez pedig, hogy miért hiteles a Biblia. Hamisították-e a kéziratokat? Honnan tudhatjuk, hogy pontosan másolták a Biblia szövegét? Nagyon jó kis egyszerű nyelvezettel megint. Dolgok, úgyhogy én gondolom, hogy még most is beszerezhető. Na és hát itt látható például egy ilyen darabkat, tehát ezek ilyen kis tetszik. Ilyenekből több száz van, ugye, és amikor ezeket összefésüljük, akkor gyakorlatilag szinte az egész új szövetséget megkapjuk. Ez az úgynevezett P52, vagyis más szóval a Reinhardt papírus, ami János evangéliumának a 18. fejezetéből tartalmaz egy részletet, ugye görögül. És ami érdekes benne, hogy a töredék Krisztus után 110 körül keletkezett. Honnan tudják, hogy mikor keletkezett? Egyrészt a paleográfia, az írástan, tehát ugye, hogy az írásmódból következtetnek arra, hogy melyik korra volt jellemző ez az írásmód. Másrészt pedig van ez a bizonyos radiokarbon vizsgálat, ami ugye hát a torinói lepel esetében is
ugye szerepet játszott, és érdekes, hogy tehát 110 körül keletkezett ez a papírka, és Egyiptomban találták meg, ami hát ugye nem Egyiptomban élt János apostol, és nem ott keletkezett a János evangélium, hanem Efezusban a hagyomás szerint, ami több száz kilométerre van, és mégis tehát 110-ben már ez a szöveg annyira elterjedt, hogy Egyiptomban is találtak belőle egy darabkát. Tehát akkor ezek szerint nem keletkezhetett később, hanem csak jóval előbb, hogyha már ekkora elterjedtségnek örvendett. Szóval aztán mondjuk, akik még próbálják ugye cáfolni az evangéliumok hitelességét, azt mondják, hogy ugye Jézus nagyon sokszor, amikor beszél a világ végéről, a második előmetelről, ugye az eszkatonkor bekövetkező szörnyű ugye megrázkódtatásokról, akkor gyakorlatilag szinte szó szerint leírja Jeruzsálem pusztulását, ami ugye Krisztus után 70-ben történt, amikor a rómaiak ugye lerohadták őket is, hát ugye levették Jeruzsálemet, és azt mondják, hogy mert ugye ezek valójában a szívük még nem hiszik Krisztus istenségét, meg hát az sem, hogy Krisztus képes lett volna, hogy előre látni a jövőt, hanem azt mondják, hogy hát csak olyan írhatta le ilyen pontossággal ezeket az eseményeket, aki saját szemével látta ugye Krisztus után 70-ben Róma pusztulását, tehát ezek Krisztus után 70-ben keletkeztek csupán. Ugye, tehát ezt úgy mondják, hogy latinul, hogy bocsánat, majd mindjárt megtalálom. Vaticinium excellentum, tehát az eseményből történő ugye jövendőm is, tehát utólagos profécia. Hát ugye ennek alapján például, amikor megjelenik az üzanya Fatimában 1917 májusában, és ugye megjövendőli, hogy amennyiben nem tesznek eleget a kérdésének, akkor ugye Oroszország elterjeszti tévedéseit az egész világon, vagyis magyarul megjövendőli a forradalmat, ami majd novemberben fog kidőlni, ugyanabban az évben, akkor ebből azt is következtethetnénk, hogy ezt a fatimai proféciát biztos utólag írták, miután már elterjedtek a Szovjetuniónak a tévedései, hiszen hogyan tudhatta volna az üzanya pár hónappal korábban, hogy majd kidől ugye az októberi forradalom. Tehát mi ugye ez már a mikorunk, tehát tudjuk, hogy nem, hanem valóban 1917 májusában ez ki lett mondva, mert igenis vannak hiteles proféciák, és az Úr Jézus is, hát ugye pontosan láthatta, tudhatta és tudta is, ugye, ami Krisztus után 70-ben fog történni, és egyébként is ugye, hát amikor leírja a templom pusztulását, Jeruzsálemnek a napját, ugye, a Jeruzsálem lerombolását, akkor valójában a 137. Zsoltárt is idézi, ahol pontosan ezek a képek szerepelnek, amellett, hogy hát ugye előre mondja a jövőt is. Igen, szóval számos olyan dolog van, amik ugye a racionalisták szempontjából nagyon hitelesnek tűntek, és hát a mi korunkban utólagos vizsgálattal, sokszor természettudományos módszerek alapján kiderül, hogy hát ezek igencsak gyöngelábakon állnak ezek az érvek. No, aztán igen, bocsánat, egy kicsit még bele kell néznem. Egy pár szó ezekről a gnosztikus evangéliumokról, amiket ugye utólag derítenek ki és találnak meg. Most nemrég éppen sajtószenzáció volt a Júdás evangéliumából, ami még kiderült szintén egy ilyen picike kis bélyeg nagyságú kis darabka, abból is hiányoznak részek. És ahol ugye szóval arról, hogy Jézus megcsókolja Magdolnát. És hát ugye erről azonnal, ugye hát ugye a
klasszikus, ugye, szenzációs téma, hogy Jézus felesége lett volna Mária Magdolna, és hát ugye az ő gyermekük, aki hát elvileg ugye a Da Vinci kódex szerint utána a Merovingi dinasztiának az alapítója, stb. Ezek a butaságok, ugye, és hát erről is kiderült, aztán tényleg még a sajtó is cáfolta, hogy nem is azt mondja a szöveg, nem is arra vonatkozik, tehát, és ráadásul, tehát, hogy mit gondoljunk ezekről az újabb evangéliumokról. Ugye a Da Vinci kód szerint több mint 80 evangélium jelentkezett, és az, hogy csak ez a négy, a Máté, Lukács és János kerül bele a Bibliába, a kánoni iratok közé, ez hát a gonosz, ugye, egyháznak is, nagy Konstantin császárnak a műve. Tehát ő próbálta, hogy elmussolni az eredeti üzenetet. Hát az igazság ezzel szemben az, hogy nincs 80 evangélium, hanem hát olyan körülbelül 30-40 van, amiről tudunk, tehát a címe alapján. De ebből is a nagy része nem maradt meg, hanem csak a címét idézi valamelyik ókori író. Tehát amit tudunk, az 14 darab ilyen nem kánoni evangélium. Például van ilyen, hogy Jakab ős evangéliuma, Tamás gyermekség evangéliuma, az ebioniták szerinti evangélium, ugye ezek az ebioniták zsidó keresztény szekta volt, Péter evangéliuma, Tamás, Fülöp evangéliuma, az egyiptomiak szerinti evangélium, az igazság evangéliuma, Szofia Jézus Kriszti, vagyis Jézus Krisztus bölcsessége, Pisztis Szofia, Bertalan evangéliuma, Júdás evangéliuma és Mária Magdolna evangéliuma. Hát ezekről ugye tudni kell, hogy mind gnosztikus környezetben keletkeztek. A gnózis ugye az egy nagyon-nagyon veszélyes és egykor népszerű eretnekség volt, ami szinte már az újszövetségi korban megjelenik, de a első századokban rendeletesen fenyegeti az egyház létét, és ugye a lényeg az, hogy mit tanítanak a gnosztikusok, az, hogy valójában két isteni principium van, van ugye az anyagalkotója, aki a gonosz isten, a sötétség istene, ő az Ószövetségnek az istene is egyben, és van ugye a világosság, a jónak az istene, aki a szellem alkotója, ugye ő jelenik meg valamiképpen Jézus Krisztusban, és ugye ebből kifolyólag, tehát az összes anyag, minden, ami az anyaggal kapcsolatos, az sátáni, az ugye gonosz, tehát ugye Krisztusnak sem lehetett valóságos teste, csak látszólagos teste volt, nem lehetett ugye valóságos a halál, a föltámadása sem, és ebből értjük, hogy miért mondja Mohamed azt, hogy ugye Jézus Krisztus már proféta volt, de hát ugye nem halt meg a kereszten, hanem valaki mást feszítettek helyette keresztre, ugye ezt tanítja Mohamed. Hanem Jézust ugye az Allah fölvette magához a kereszt, a halál előtt, ugye? Hát azért, mert Mohamed, amikor ugye találkozott a zsidósággal, vagy a kereszténységgel, akkor nem a kánoni, az igaz hitű kereszténységgel, hanem a gnosztikusokkal találkozott, a gnosztikus tanokkal. Tehát egy csomó információja téves. Például az is, hogy a Szűz Mária Szentháromság egyik tagja Mohamed szerint, ugye? Tehát ezt is ilyen. Tehát rossz faszak voltak az informátorai a kereszténység kapcsán. Na, mindegy, de a lényeg az, hogy tehát ebből kifolyólag például mi a tökéletes ugye a megszabadulásnak az igazi módja? Hát az, hogy minél a testet valamiképpen megsemmisítsük, szabaduljunk a rabságából. Ugye, akik tökéletesek, akik igazán szentek, azok ugye halálra böjtölik magukat például. Tehát az a középkorban is megjelenik a kataroknál, hogy olyan böjtölések, amik teljesen ugye a testet lerombolják. Aztán ugye a házasság teljes egészében elvetendő, mert ugye hát a házasságnak része a nemiség is, aminek a gyümölcse ugye az új testek létrehozása. Ezért a gnosztikusok például különösképpen utálják a nőket, ugye mindig az jön, hogy hát ugye a gnosztikus evangéliumok szerint Mária Magdolna az egyház igazi feje, nem Péter is, ez ilyen a feminin vonása az őskeresztényeknek. Nem igaz, mert a gnosztikusok szerint a nők a sátán első számú munkatársai, mert szülnek.
ugye testeket hoznak létre, az anyagot szolgálják. Tehát ugye abszolút nem erről van szó, amiről beszélnek. Aztán például ugye érdekes, a Bibliának a negatív szereplői hirtelen pozitív szereplőkké válnak a gnosztikusok. Tehát például Júdás. Ugye a Júdás evangélium azt mondja, hogy Jézusnak a leghűségesebb tanítványa maga Júdás volt. Hiszen mi csinált? Hát ugye, hogy Jézus valójában próbálta megértetni az apostolokkal, hogy segítsetek nekem, hogy megszabaduljak a testtől, hogy megszabaduljak az anyagrabságából. És Júdás volt az egyetlen, aki ezt fölfogta, és segített úgy, hogy elárulta. Tehát a legnagyobb jótéteményt cselekedte vele, hogy átadta ők ugye az ellenségei kezébe. Tehát maga Jézus kérte tőle ezt, és ő pedig csak engedelmeskedett jó barátként. Aztán ugye hát például számos gnosztikus evangélium nem csak, hogy nem írják le pontosabban Jézus életének a történelmi körülményeit, színhelyeit, eseményeit, hanem teljesen elvonatkoztatnak a tényektől, az eseményektől, és ilyen mitikus elbeszélésbe torkolnak. Például ugye Jézus gyermekségéről egy csomó ilyen nagyon bombasztikus, nagyon látványos történetet közölnek. Például az egyik tanítója megfedi a gyermek Jézus, mire ugye hát a büntetése az, hogy szörnyet hal. Mondtam is azért a diákoknak az iskolába, hogy hát képzeljétek el, hogy ezt olvasnák a szentmisébe, hogy az a tanár, aki rátok szól, annak a méltó büntetése, hogy azonnal szörnyet hal például. Vagy ugye játszik a gyermek Jézus a utcán a társaival, és ugye az egyik gonosz gyermek megdobálja a kövekkel, az Úr Jézus ugye a gyermek Jézus megállítja a követ a levegőbe, visszafordítja, az eltalálja a gonosz kisfiút, aki hát megint csak ugye, hát belehal ebbe a rosszalkodásába. Vagy például ugye egy csomó alkalommal öncélúan csodákat művel a gyermek Jézus. Például ugye hát agyakból vagy sárból galambokat készítenek, és akkor egyszer csak ugye életre kelti őket, és azok elrepülnek. De hogy minek, az senki sem tudja. Csak úgy, hogy hát látszódik, hogy ő ugye nem Isten. Tehát érdekes, hogy a gnosztikusok nem mondják embernek, mert nem volt valódi teste, de nem is mondják Istennek, hanem vagy szellem volt, aki embernek látszott, vagy ember, akit egy isteni szellem száll meg, ugye, és rajta keresztül megnyilvánul. Tehát még nem is Isten, nem is csak Isten, nem is ember, hanem valami egészen más fantázia szűrben lény. Na most is ugye hát ezek a gnosztikus evangéliumok ráadásul későbbiek, mint a kánoni evangéliumok. A második és a negyedik század között születtek, és ugye a legrégebbi szövegtanúk nem ismerik őket, hiszen akkor még nem léteztek. Ugye a különböző listák vannak az ókorból, az első századokból, amelyek felsorolják a kánoni evangéliumokat, amelyek hitelesek. Ugye mik a hitelesség kritériumai? Tehát, hogy az írta őket, olyan szerző írta őket, aki látta Jézus és a föltámadásnak a tanúja. Tehát szemtanú legyen. Egy. Kettő. Olyan legyen ez a szöveg, ami nem mond ellen az egyház tanításának. Tehát annak, amit mindenütt hisznek, ugye? Amit elfogadnak a keresztény közösségek, és hogy ezeket az iratokat az egész egyház minden közösségében egyformán hitelesnek tartsák. Tehát ugye egyetemességről legyen szó. Néhány ilyen lista. Napot találni ezt. Itt van. Például ez egyik a Muratori Kódex. Krisztus után a második század közepéről, Rómából, ugye felsorolja gyakorlatilag a teljes, ugye mai, szinte a teljes mai újszövetségi kánont, majdnem az összes könyveket. Egyébként a legvitatottabb a jelenések könyve, mert ugye hát az olyan
nagyon nehezen értelmezhető, mivel ugye apokaliptikus mű, tehát egy olyan műfaj, amit egyébként sem könnyű értelmezni mindig, és a zsidókhoz írt levél, illetve a Jánosnak a második meg a harmadik levele. Ezek leginkább a vitatott szövegek, de aztán azokat is elfogadják később. Többször mondjuk más számunkra nem annyira ismerős műveket is valamiképpen a Szentíráshoz csatolnak. Vitatottan, hogy a Szentíráshoz tartozónak vélnek egyes kódexek, mondjuk az egyik a Hermász pásztora, ez a Hermász első Szent Pius pápának a testvére volt, és ez egy nagyon szép ókori építő írás az ősegyháznak az életéről, illetve ez is egy ilyen apokaliptikus írás, amit egyes helyeken a Szentíráshoz tartozónak véltek. Aztán, tehát ez a Muratori kódex a Krisztus utáni második század közepéről. Kódex Claromontanus Egyiptomból, Krisztus utáni harmadik század végéről. Ez is felsorolja a mai kánoni könyveket. Cezáriai Eusebius egyház történelme a Krisztus utáni negyedik század elejéről, Palesztinából. Ez is közöl egy ilyen kánoni evangélium listát. És végül az egyik legfontosabb, Szent Atanász püspök levele, Krisztus után 367-ben, ami szintén ugye hoz egy ilyen listát, és hát ugye egyikben sem szerepel egyetlen egy gnosztikus evangélium sem. Tehát ezek közül, amelyeket az előbb felsoroltam, egyiket sem tartották hitelesnek érdekes módon a ókori igaz hitű keresztény írók, hanem mind ugye csak ezt a négy evangéliumot, amit mi is vallunk. Na itt voltam előbb, valahol találtam Szent Atanásznak egy idézetét, csak meg tudom, hogy megtalálni. Jó, mindegy, megyünk tovább. Tehát ugye a szerzőséggel kapcsolatban pedig mondjuk az előbb említett, a nemrég említett Lyoni Szent Irénéusz püspök a második század közepéről pontosan egyértelműen közli ugye, hogy kik a kánoni evangéliumok szerzői. Azt mondja, hogy Máté tehát a zsidó között, és az ő gondolkodásmódjuknak megfelelően tette közzé az írott evangéliumot, amikor Péter és Pál Rómában hirdette az evangéliumot, és megalapította az egyházat. Miután ők eltávoztak ebből az életről, már Péter tanítványa és szavainak magyarázója szintén ránk hagyományozta írásban azt, amit Péter hirdetett. Lukács pedig Pál követője az utóbbi által hirdetett evangéliumot foglalta könyvbe. Azután János, az úr tanítványa, aki a mellén is nyugodott, maga is kiadta az evangéliumot, amikor az ázsiai Efezusban élt. Tehát ugye a Lyoni Szent Irénéusz, illetve Papiász szerint is, aki ugye még korábban élt, ugye, a Márk evangéliumnak a forrása Péternek a prédikációja. Tehát amikor Péter ugye Rómába került, miután ugye megszabadult Herodes börtönéből, a hagyomány szerint Rómába ment, ott kezdte hirdetni az evangéliumot, és az ő tanítását jegyezte föl Márk. A Lukács pedig úgy keletkezett, hogy Pál apostolnak a kísérője, titkára volt Lukács, orvosa is talán, ugye, és ő följegyezte Pálnak a hirdetését. Jánosról pedig szintén ugye, úgy véli Lyoni Szent Irénéusz a második század közepén, végén, hogy ugye valóban ő a szerzője a róla emlékezett evangéliumnak. Tehát olyan emberekről származnak ezek, akik szemtanúk, akik kortársak, akik hitelesen tudatosítanak az eseményekről. Na most ugye itt van az Atanász levél, megtalálta, bocsánat. Tehát azt mondja, hogy
Szent Atanász 367 húsvétján felsorolja ezeket a hiteles újszövetségi iratokat, és azt mondja, egyedül ezek hirdetik a jámbor igazságot. Ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el belőle semmit. A nem kánoni evangéliumokat ezzel szemben az eretnekek tápolmányának kell tartani, melyeket maguk alkottak, amikor kedvük tartotta, majd nagyvonalúan úgy tüntették fel azokat, mint korai alkotásokat, hogy ezekre az úgymond ősi szövegekre hivatkozhassanak, és a gyenge hitűeket megtévesszék. Tehát azt hiszem, hogy ma is érvényes, amit Szent Atanász akkoriban ugye mondott, hogy a gyenge hitűek megtévesztésére szolgálnak ezek leginkább. Miért vetette el őket az ős egyház? Mert nem hiteles a szerzőjük, mert sokkal későbbiek, mint a hiteles evangéliumok, és mert egy olyan Krisztus képet közvetítenek, ami ellentétben áll az egyház hitével, az eredeti hiteles tanítással. És aztán most már tényleg be is fejezem, hogy Nagy Konstantinról ugye szó volt ebben a Dan Brown ugye Da Vinci Code című regényében, hogy ő lenne a fő ugye bűnös az evangéliumoknak a torzításában, hamisításában. És ezt honnan veszi? Onnan, hogy Cezáreai Eusebius püspök, aki Nagy Konstantinnak egy ilyen házi püspöke volt, és ő is keresztelte meg Nagy Konstantin császár halálos ágyán, egyébként ariánus volt, tehát eretnek volt. Ugye ő írt egy művet, a Konstantin élete címmel, ahol arról tudósít, hogy Konstantin császár személyesen őt kérte meg, Eusebius, a Szentírás 50 díszes kéziratának elkészítésére. És hát úgy véli, ugye Dan Brown, hogy ezek voltak az új hamisított szentírások, amelyeket utána ugye elterjesztettek a világon. Na most ugye nyoma sincs ennek, ez az 50 díszes példány Konstantinápoly főtemplomának, a Hagia Szófiának ugye a használatának készültek. Semmit nem ér Konstantin, hogy tartalmilag változtassanak bennük, hanem a külalak fontos Konstantinnak, hogy szép legyen, mutatós legyen, jól előkészített pergamenre írják, könnyen olvasható és kezelhető, olyan művészek készítsék, akik jártasak a szépírásban. Ugye miért kellett ezt 50 példánban megcsinálni? Mert a Biblia hiányzik volt, ugye? Hát egyrészt ugye kézzel másolták, másrészt az előző császár Diocletianus ugye az összes megmaradt példányt elégettette, ugye hát ezeket eltüntették a keresztény üldözések során, tehát igencsak szükség volt a másolásukra. Egyébként ugye a két legrégebbi fennmaradt teljes bibliai kézirat, a Codex Vaticanus és a Codex Sinaiticus az a 300 körüli időben tehető, tehát a negyedik század közepére, hát ez is valószínűleg Nagy Konstantin ezen igyekezetének köszönhető. De egyébként ugye ez is érdekes, amikor a ugye kumráni tekercseket megtalálták, nagyjából ugye a Ószövetség különböző részeit tartalmazzák a Krisztus előtti első században, és ugye összevetik ezekkel a későbbi szövegekkel, teljesen azonos, tehát semmiféle hamisítást nem találunk. Egyáltalán nem vált be azoknak a reménye, akik abban valami más eredetű, hitelesebb ugye szöveget vártak. No, tehát igen. Tehát bármilyen második, harmadik századi ilyen irat, megmaradt szövegdarab bizonyítja, hogy pontos volt a szöveg hagyomány, hogy nem történt semmiféle hamisítás, tehát a Konstantin kora előtti irat töredékek is ugyancsak ezt igazolják, ezt bizonyítják. Tehát a Krisztus után 100-125 között 300 különböző kéziratot ismerünk, amelyeket összevetve egy teljes új szövetséget kapunk. És mondhatjuk, hogy az antik világirodalom egyetlen könyve sem annyira jól dokumentált, jól hagyományozott, mint az új szövetség. Itt is van ebben a röklapban egy ilyen, hogy
összehasonlítja Platón műveit és az Új Szövetséget, és kiderül, hogy hát Platón műveinek a legrégebb, tehát mikor írottak, Krisztus előtt 400 körül, az Új Szövetség Krisztus után 60 és 100 között. Platón műveiből csupán 7 másolat maradt ránk, az Új Szövetségből több mint 5700 töredék. Platón műveiből a legkorábbi fennmaradt kéziratot Krisztus után 800 és 900 között másolták, tehát több mint 1200 éven az eredeti keletkezése után. Az Új Szövetségnek a legrégebbi kézirata a 3. század végéről, 4. század elejéről származik, vagyis ugye az eredeti szöveg megírásától kevesebb, mint 3 évszázaddal később, ugye? És több mint 100 kézirat is töredék maradt fenn a 2., 3. és 4. századból. Tehát sokkal jobban dokumentál ennek a szövegnek a hitelessége, mint mondjuk Platón, aki pedig hát kapásból elfogadó, mint hiteles. Tehát a mai rendelkezésünk álló Platón művek. No, és még talán annyi, hogy ugye ez a vád, hogy Jézus csak utólag lett Isten, hogy nagy Konstantin így próbálta ugye valamiképpen ezt a zsidó politikai forradalmi mozgalmat valamiképpen ugye kihúzni a méregfogát és beilleszteni ugye a római birodalomnak a palettájába, hogy hát egy ilyen mitikus köntöst adott a kereszténységnek és valamiképpen ráerőltette ugye keresztényekre Krisztus istenségének a tanát. Hát egyáltalán ugye erre semmiféle bizonyíték nincs, vagy semmiféle ugye alátámasztást nem kap ez az állítás, hiszen egyrészt az evangélium maga is tele van, ugye az evangéliumokban számtalanszor találkozunk azzal, hogy Krisztus Istennek tartják, vagy ő ugye isteni címeket alkalmaz magára. Tehát ugye egyébként valahányszor azt mondja Jánosban, hogy én vagyok, ugye görögül ego eimi, én vagyok az út, igazság és az élet, én vagyok a jó pásztor például. Ez az én vagyok, ez mindig utal a héber én vagyok, aki vagyok, tehát az Ószövetségre, a csipkebokorban megjelenő Úrra. Tehát ugye ez nagyon fontos, Jézus öntudatához hozzátartozik, ez az én vagyok, tehát azonos vagyok azzal, aki ott a csipkebokorban megjelen. Aztán ugye például a János evangéliumnak a prológusban az a szép rész, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örökké éljen. Vagy amikor Tamás apostol ugye a feltámadás után azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Ugye az Új Szövetség több mint 40 alkalommal Isten fiának nevezi Jézust. Az egyházatyák, ugye ezeknek a racionalistáknak az egyik legnagyobb gyöngéje, hogy nem olvasnak egyházatyákat, főleg ugye a legősi apostoli atyákat. Itt van ebben a röplapban egy gyönyörű szép ilyen idősáv, hogy a különböző eretnekségek mikor jelennek meg, és az egyházatyák ehhez képest mikor működnek. Azt mondja, hogy 107-ben Antiochiai Szent Ignác, aki ugye a hagyomány szerint ő volt az a gyermek, akit Jézus az ölébe vett, és azt mondta, hogy ilyen neki a mennyek országa, ezt mondja a hagyomány róla. Ugye Istenként utal Jézusra a híres 7 levelében, amit akkor írt, amikor Rómába hurcolták a vértanúságra. 110 körül Papiász felsorolja a 4 evangélium szerzőit. Tehát pontosan tudja, hogy már megvannak a kánon evangélium. Ugye 110 körül van az a töredék, amiből ez a János darabka is ugye származik. Tehát ugye már Krisztus után 90-120 között már nem csak megvolt a János evangélium, hanem már Egyiptomban is elterjedt. Aztán ugye például 150 körül római Szent Kelemen Istennek nevezi Jézust. 180 körül Szent Irénusz,
az Eretnekek ellen című művében elítéli a gnoszticizmus, sorrendben említi a négy evangéliumot, és 20 új szövetségi könyvet sorol fel hiteles iratként. Szóval ezek mind ugye Nagy Konstantin előtt voltak, és gyakorlatilag ugye mind-mind Krisztus istenségéről beszélnek. Ugye az ariánus mozgalomról majd később lesz szó, ugye az egyház történelemben ez már majd csak a 4. században jelenik meg, de lényeg az, hogy amikor Áriusz, ez az alexandriai pap elkezdi hirdetni, hogy Jézus nem Isten, hanem csak Isten legkiválóbb teremtménye, akit maga is teremtett ugye az Atya, hát akkor ugye miért van ez a nagy fölháborodás, hogy ugye zsinatot hívnak össze, hogy ugye hát hosszú-hosszú éveken át zajlik a vita. Pontosan azért, mert ez egy újdonság volt, tehát egy olyan állítás, amit korábban senki nem hallott, tehát egy forradalmi fölforgatás, amit ugye nem tűrtek ugye az egyház pásztorai. Tehát amikor az Krisztus istenségét hát kérdőre vonta. Jó, erről még fogunk szólni, de lényeg az, hogy ha tehát valaki próbálja megingatni a mi bizalmunkat a Szentírás hitelességében, annak a Jézus alaknak a hitelességében, amit ugye az egyház tanít nekünk, amit a három evangéliumok elénk tesznek, akkor ugye mindig az a válasz, hogy kérdezzünk még utána, utassunk. Tehát ne elégedjünk meg, hogy valaki lenyűgözöl minket az okos érveivel, a bőbeszédűségével, a látszólagos műveltségével, ugye a történelem ismeretével, stb. Hanem mindig hiteles helyeken, főleg az egyház atyáknál nézzünk utána, olvassunk utána, kérdezzünk tovább, és mindig majd kiderül a Biblia, tehát hogy nem véletlen, hogy a sok különböző Eretnek tanítás közül végül mindig is ez az igaz hit győzedelmeskedett, hogy valóban Krisztus az Isten fia, valóságos Isten, valóságos ember, és hát a mi megváltó. Csak akkor lehet a megváltó, hogyha valóságos Isten és valóságos ember, mert ugye, hogyha nem Isten, akkor legfeljebb egy bölcs tanító, egy proféta, vagy példakép, de nem történnél, ha pedig nem volt ember, akkor hát, ugye, ahogy mondják az egyházatyák, amit nem vett magára, azt nem is vállalta meg. Tehát akkor ott valahol fölülről mondott nekünk egy szép beszédet, de nem érintette a mi bőrünket is, vérünket is, a mi életünket is, nem tudta azt ugye átisteníteni. De hát ugye, a mi hitünk szerint, mivel igaz Isten és igaz ember, hát ezért a megváltás is valóságos. Na, hát nagyon szépen köszönöm a kedves figyelmet, és akkor majd nézzük tovább, hogy mik zajlottak a 2000 év során. Úgyhogy köszönöm.